rögtön fel is tenném az első kérdést. A középiskolás esztendeiddel kezdenénk. Azt, amit egyébként Stumpf András könyvében is, illetve hát, amit rólad írt, de igazából természetesen te jegyzed, a Rohan az idő című könyvben is megemlített, hogy játszottatok a Szobi kollégiumban előszeretettel rock and rollt, illetve különböző korabeli feldolgozásokat, és egyszer az iskola, a kollégium igazgatója betiltotta azt a számot, ami egyébként akkor egy nagyon futós sláger volt, a Marina címűt. Lehetett erre számítani, hogy ezt be fogják tiltani, vagy ez hogy működött? Ismered a Jereváni rádió viccet? Igen, igen. A hír igaz, igen. De nem, Moszkvában nem lenni, nem folytatom. No. Tehát a hír igaz, nem Szobon volt, hanem Vácott. Jó, de elnézést kérek, hogy saját jogon hagy kezdjem az elején, hogy itt, ha átnézünk a Szemközti Gimnázium fiúk bejárata című, innen a Visegrádi utcából a Szabolcsabban laktunk minden reggel szépen ide be az iskolába, és ez alatt egyébként csak a drága jó Felvinci Takács Aliz keresztanyámnál tanultunk volna hegedülni, ha nem utáltuk volna, de ez egy ilyen kötelező dolog volt akkori polgári családban, zongora, hegedű, valami, tehát kötelező volt. Na, tehát itt jártunk be a kapun, és az a hegedűvel kezdődik az egész. 56 őszén kerülünk Szobra, de ott még nincs rock and roll. Nincs. Hát ott mandolin zenekar van egyébként, egy héttagú mandolin zenekar, tehát hat mandolin és egy akusztikus gitár. Ugye jól jött az, hogy tanultunk hegedülni, mert a mandolinnak ugyanaz a hangolása, és sokkal egyszerűbb rajta játszani, mert bundok vannak, tehát be van osztva a hang a hegedű, meg borzasztó, na mindegy. Aki tanult hegedülni, az tudja, hogy ez nem egy gyerekjáték. Hát még szerencső, nem lett belőlünk Paganini. No, az nagyon sokat kellett volna szenvedni. Szóval egy a lényeg, hogy Szobon megalakítjuk a Szabolcsa. Már ott volt a hadarab mandolin és az akusztikus gitár, mert drága Ponyi Béla nevelő tanárunk, osztályfőnököm, az bevásárolt valamikor korábban, de nem tudta, hogy mi jövünk, hanem hogy majd egyszer csinál egy mandolin zenekart, mert imádta a mandolin. Ja, ő maga tudott játszani mandolinon. Na, megérkezett a Szörényi testvérpár, bementünk a könyvtárszobába, és ott volt a vitrínbe szépen ilyen ónémet tálaló, nem tudom, láttatok már ilyet, a középsőben volt egy gitár, és három mandolin, két oldalt. Na, a Szabó is mindjárt rávetette magát a gitárra, én pöntjögtem, és mi tanítottuk be a tehetséges gyerekeket, hogy kiteljen a mandolin zenekar, hát azért nem úgy van. Tényleg. És akkor ott sus-mus 110 gyerekből kiválogattuk, hogy ki az, aki... És akkor, hogy ki az, aki... És szépen, na... Fú, egy pillanat alatt összeállt a banda, nagyon jók voltunk, úttörő hangverseny, hát ilyen megmozdulásokra jártunk, és eljutottunk még a Margit-szigeti úttörő stadionba rendezett a mandolin zenekarral. A könyvben egyébként van egy oklevél, egy ilyen kis úttörő zászló a tetején, meg azt hiszem ez éppen erről szól. És csak majd, hogy gyorsan elmondjam, ezután kerülünk át Vácra, de ott már valóban rock and rollt játszunk akusztikus gitáron, és az egyik ilyen délutánon, ilyen kellemes kis délutánon a kollégium dísztermébe szórakoztattuk a társainkat, hárman, Szabolcs én és volt egy Csizmadia nevezetű gyerek, tehát hárman gitároztunk, és akkor volt ez a bizonyos íze, hogy a kollégium igazgatója belátogatott, hogy szórakozik a fiatalság, és nem sokkal utána az ajtót maga mögött becsapva távozott, és aztán szóltak nekem, hogy te figyelj, menjél fel a Pisztránk, mert így hívtuk magunk között. A Pisztránk hívott. Na, ez volt az első cenzúra. De mondom, mi baj a szám? De nem, azt mondja, rángatod magad, de hát ez nem lehet. De mondom, a zene ezt így kívánja. Azt nem lehet. Tessék, legközelebb ízés, elmehetsz, kész. Ennyi volt. Ha említettük az első cenzúrát, akkor említsük az első szovjet turnét, amit te a Balassa zenekarral abszolválsz, és még Lengyelországba is ugye eljutottatok. És ha jól olvastam, akkor volt, hogy 20 000 ember előtt is fellétetek. Na most a 60-as évek elején még ilyen nagy csarnokokban még nem volt,
olyan divat, tehát nem láttunk még Rolling Stones koncertet, hogy Varsóba föllépnek nagy közönség előtt, stb. Tehát egyfelől nem remegette a lábad. Másfelől ugye több vendégünk már beszámolt a szovjet turnés kalandjairól, és azért ők inkább a 70-es évek végén egy valami fajta ilyen olvadás következtében lépnek föl, de azért 62-63 körül a gyakorlatilag a hruscsovi érában még azért bőszen épül a gulág csillagrendszer, tehát egy olyan időszakban föllépni a 60-as években Szovjetunióban, az nyilván más volt, mint az ilyen csencselős, írhakabáttal, meg kanabisszal csencselős 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Szóval milyen volt ez az időszak, ez az ominózus turné? Hát mi közben iskolába jártunk, aztán ugye leérettségi, meg egyéb, de azért már ez alatt is, mi az, hogy csencselni? Értem én. Hát miért? Hát mi megtöltöttük a nagy vulkánfűbe bőröndöket almával, és kimentünk vonattal Krakóba, és hazafelé lepedővel jöttünk, meg ilyesmi. Hát most ez nem olyan nagy. Hát ott nem lehetett kapni almát, itt meg lepedőt. No, szóval egy a lényeg, hogy mi azért úgy összehoztuk ezt a szocialista rendszert a magunk módján. No, a szovjet turné, azt nem úgy kell elképzelni, mint ahogy manapság, hogy mint egy Illés vagy egy fonográf turné NDK-ban. Nem. Az érettségi után én ezt köztudott azért nagyjából, hogy azon az őszön azt mondta a fater, nem, a nyár végén, hogy most már egy kicsit tartsd el magad, fiam, jó? Hát azt akarta ezzel mondani, hogy menjek dolgozni. Hát jó van, mondom, semmi baj, és a közeli Visegrádi utca körút felé eső részén volt egy raktár, hát mindenféle emeleten, mindenféle cuccokat. És oda beiratott engem, hogy 6,5 forint órabérem volt. Hát azért az napi díjam, bocsánat, azért az egy fiatal embernek azért jó, összetudtam magam egy kicsit szántani, meg nem tudom én mi, de ebédet kellett hordani. Az volt a szerencsém, hogy von Haus, mind a ketten, sőt az egész család, mert az emese ugye hosszú évek óta már Amerikában van, a Young and Rabikemni, mint alkalmazott grafikus, tehát ez apai örökség. Egy a lényeg, hogy tudtam rajzolni, és ez úgy kiderült valahogyan. És az osztályvezetőm, aki tényleg hát egy ilyen rendesnek látszó ember volt, hogy milyen volt egyébként, különösebben nem érdekelt, azt mondja, hát hallom, hogy te tudsz rajzolni. Hát mondom, igen. De miért? Néhány szabad kézni? Nem, bonalzó, kőző, stb. No, egy a lényeg, hogy a raktár épületnek meg kellett rajzolni a szint, tehát a alaprajzi ízét, és hogy azon berajzolják, hogy mit hova raknak, mit tudom én. Na, most azért ez egy olyan feladat, ami nagyon súlyos pénzeket kell kifizetni ugye a műszaki rajzolónak. Tehát a hivatásos műszaki rajzolónak, és akkor én csináltam egy vázlatot, és nagyon megtetszett, és emelte az órabérem, órabér nem napi díjúja vagyok, órabéremet emelte, és még elengedett a rádióba is gitározni a Bergendiékhez, meg a többiekhez, úgyhogy ez így alakult. Na, tehát visszatérve, akkor azért megelégeltem ezt a helyzetet, igaz, hogy tök mindegy, mert nem rajtam múlott, hanem akkor már egész Budapesten tudták, hogy én ki vagyok. És a Balassa Tamás, ez nem a P. Tamás, aki a rádióban meg a Tánza fesztiváloknál vezényelt, hanem ez egy tangóharmonikás ember volt, akinek nagyon szoros kapcsolatai voltak a Terimpex, vagy valami ilyesmi, ilyen szocialista nagyvállalattal, és divat bemutatók voltak ezek. Tehát gyakorlatilag ő maga is kísért ilyen izéket, jó pénzért, és akkor bemutatták a magyar kollekciókat, textil, meg ruhák, nagyon jó csajok, egy-két Dóri is milyen jó csaj volt. Hú. Szerelmes voltam bele, de hát nem, mindegy, na. Várni kellett még az igazira. Vártuk, de a Kati jött, ugye? Hát a Kati jött, igen. No, hát, tehát röviden annyi, hogy akkor a Balassa mondta azt, hogy nem jönnél el, de nem csak ő mondta, ezt a Zsoldos Imre is mondta a villamoson, meg sőt, a Bergendi fedezett föl engem, a Dália, tehát a Dália Presso, ami a
most Alkotmány utca sarkán, most valami írpabban. Ez volt a téli helysége a ifjúsági parknak. Igen. És az Iván barátommal lemegyünk oda, meg tudom gyorsan elhadarni ezt az elejét, mert azért sokan esetleg nem ismerik, hogy lementünk. Oda menjünk egy kicsit, nézzünk, ki játszik. Bergendi játszik, hát mindig ő játszott. Hát ő volt a Kissnek a hivatalos zenekara. Ez nem szégyen, jó zenészek. No, egy a lényeg, hogy ott ülünk az Ivánnal, iszunk valami erdei bambit, vagy ami volt ottan a köriban, vagy a, mert a másikat utáltam, az a rücskös üvegű, az ilyen kátrányos narancsital volt. Az a Bambi, volt. Nem? A Bambi az piros. Vagy Bambi volt, de ez erdei Bambi volt, ez sötét volt, és állítólag gyümölcs is volt benne. Hát mindegy. De mindegy, nem volt, azt jó. Oké. Okay. Hát ott beszélgetünk, ülünk, Bergendék játszanak. Hát én lazán azt mondtam, arra úgy emlékszem, hogy ott a fal mellett ültek, nem... Alig voltak, nem, két-három pár táncolt, és a fal mellett ültek ilyen nyakkendősök, és erre szoktam volt azt mondani, hogy ezek még egymást is megfigyelték. Na, most egy ilyen helyzetben, egy szünetben oda megy a Iván, azt mondja, te ide figyelj, oda megy a Bergendi. Hát jó van, menjél oda. Hát most ez nekem nem volt egy ilyen, bemutatlak téged. Mi mondom, téged ismer? Azt mondja, nem, de hát... Hát akkoriban így csajoztunk. Hát így csajoztunk, hogy az egyik oda megy nagybátran, szevasz, Kovács Pista vagyok. Ő meg a barátom, na így most már ismerjük egymást, és akkor valamelyik rászállt. Hát most. Na, egy a lényeg, hogy a Bergendi Pistával beszélgetünk ott a szünetben, azt mondja, te ez így dározik, én nekem minden, hát a korai menedzselés, hát nincs mese. Azt mondja, és mik? És már akkor érdeklődéssel nézett rám a Pista, azt mondja, na és miket játszol? Hát én, mint az egyszeri cigány erre a kérdésre, mert hülye kérdés, ha bittet. Na, hát Radio Luxembourg London W1, tehát abból a repertoárból elég sok mindent tudott az ember, és mondtam is, egyeztettünk egy pár számot, azt mondja, jó van, lejátszunk még egy menetet, és utána van egy szünet, és utána akkor fölhívlak, jó? Jó. Játszottunk minden, annak meg az lett a vége, hogy te figyelj, nem akarsz hozzánk jönni gitározni? Hát de mondom, ott van az Oroszlán Gyuri, ha ne hülyeskedj, de hát az más műfaj. Na így az Joldos, így a mit tudom én, stb. Egy a lényeg, hogy a Balassa viszont nem hagyta magát, hogy lerázzam, hanem azt mondta, hogy új zenekar csinál. Az új zenekar, illetve a régi zenekar, csak emlékeztetőül mondom, hogy akkor oszlatta szét, de akkor 63, 62, ezt most nem tudom pontosan, egy világhírű magyar twist jött ki az Olá Miklós szaxofonjából, ez a leesett a pap az ágyról twist, ismerjük, nem? Na, ez nagyon népszerű, itt játszották a rádióba keresztül kasul, de ezt az ő zenekara vette föl akkor annak idején a rádióban, a szétoszlatta, és akkor jött ez a felállás, ahol Szilárdi Béla jazzbőgős, és Jinda György és Brunner Győzővel játszunk együtt, Mátrai Tomi a szakszofonos, és ő pedig addigra vett egy ilyen matador szecska vágót, már nem tangol, az a ciki azért. Nem is mentem oda-oda, ha előbeszélt, ez szégyen. Na, egy a lényeg, hogy ott gyakorlatilag összeállítottunk egy repertoárt a kifutóra, és egyébként meg játszhattunk mondjuk 2x4 számot, mondjuk így pihenésképpen. Na, a gumáruházra emlékszem, tehát ilyen sportcsarnokokra én nem emlékszem, nem emlékszem, de a gumáruház az itt van mindig. A gumáruháznak a dísztermében van a divat megmutató, megy a csajok, forgolódnak, minden, telt ház, majd mit tudom, jön a mi részünk, és akkor a Beatles-eket játszottunk meg, ez az, de jó, de egy ártatlan olasz nótával kezdtünk, ami úgy szól, hogy Kometik Vátromilla bácsi! Fölugrottak a izék, és elkezdtek olyan örökkedni. Jött a gyezsunaja, egyből fogta a haját, kidobta. De már úgy volt, hogy édesfiam, gyere csak ki, mint Rajnak, ne menj le olyan mélyre a vízbe, szóval meg ilyen hülyes. Megragadta a haját, nyakát, minden, és kidobta onnan. Mondom, ez igen. Hát minket csak majd később ér az, hogy fölvágtat a szegedi szabadtérire a lovas rendőr lovastól együtt. Tehát azért... Na jó, itt körülbelül itt elvarunk.
Viszont a 60-as évek közepén már egy frajdi elszólás volt, ez az 1965. Arra lennénk kíváncsiak, hogy nem tudom, mennyire maradt meg benned az első rádiófelvételnek az élménye. Ez pontosan, ha emlékszel rá esetleg, melyik szám volt, vagy egy feldolgozás, és ki nem, én arra egészen határozottan emlékszem, hogy a körúti saját hangja vigye haza hangstúdióba, mentünk be először. Tehát a rádió akkor még elérhetetlen volt. És a rádióban is inkább arra emlékszem, hogy az Arackit kísérjük a pókhálóval, meg ilyen ótákra, hogy aztán később, mert felvettünk aztán a rádióba is, de a lemezgyárba is csináltunk felvételeket, de ez megmondom őszintén már nagyon homályba vesző, de a körúti saját hangja stúdió, ott veszük föl többek között, például a konzsuzsának fölveszük, de nem, ő a Neményiékkel veszi föl a Rohan az időt, és majd csak később veszük föl hivatalosan a Rohan az időt a Konccal, de az már a Rottenbiller utcában van. De például ilyen számot veszünk föl, ami később Itt állok egymagam már avanzsálódik a Brody szövegével, a Hajnal Pista. A alvajáró, igen, igen. Azt ott veszük például, vagy például a Rohan az időt ott veszük föl, csak azért, hogy a Sanzon bizottságnak be tudjuk adni szalagon, hogy hallják. Na, ennek ellenére nem értékelték, de hát mindegy, ez máshol szólt ez a dolog. Akkor nagyon hisztérikusan védték a belső kört. Tehát itt azért azt szoktam mondani, hogy és reszketni méltóztattak. Szóval azért érezték azt, hogy vagy beépítik, mint például a Deák Tamás a trombitás a Studio 11, nem, ő még a Big Bandbe játszott a elsősorban. Ő is aztán a Zoránnal, meg ezzel. Tehát ő hogy mondjam, háziasítani akarja a beat zenét a saját izébe, és ilyen volt. De a többiek meg halálosan féltek ennek a zenei forradalomnak a hatásától, és mondták is, hogy ugye egy-két év, Körmendi Vili például, egy-két év, aztán leáldozik ez a bit, mert így, valahogy így mondták két évvel, nem tudom. Ha már ugye a magyar elsőknél tartunk, ugye szóba került az első rádiófelvétel, akkor az első magyar nyelvű dalokról is beszéljünk, és hogyha én jól tudom, akkor kimondta, hogy Rám vár, lehetett az első dalszöveg, és hogyha összerakom a puzzle elemeket, akkor ti a Nyugati pályaudvaron álltok, vagy valamelyikötök, és mennétek le éppen Nógrád Verőcére. Írnál egy forgatókönyvet esetleg? Ez lenne a treatmentje, igen. Jó lenne. És hogy bennem fölmerül, legalábbis elég költőien hangzik, hogy mondjuk állsz a Nyugatinál, várod a Brodyt, és eszedbe jut ez a sor, kimondta, hogy vár rám, miközben várakozol, és a Nyugati pályán, tehát az, hogy mondom, nem... Mondom, hogy forgatókönyvet. Hogy nem baj különben. Tehát lehetséges értem. Az, hogy a szimbolikus épületnél, a Nyugati pályaudvarnál pattan ki pont ez a sor, amit aztán a vonaton tovább gondoltok, majd Nógrád Verőcén megalkotjátok. Tehát az első dalnak a keletkezés történt. Értem, nem. Az első dal az a 16 éves koromban itt utcán. Utána jön a Rohan az idő, még az, amit az előbb mondtam, de akkor már az Esnaggyal kapcsolatunk van, és ő megírja a Koncz kérésére a szöveget. Mert a Koncznak ott pöngetünk, a Gergely Áginak, aki ott lakott a Lehel tér mellett. Uh-huh. És az Ági meg fölhozta a Koncot a Visegrádi utcára, tehát ment így a barátkozás. És akkor én eljátszottam a Rohan az időt neki, mármint zenét, és ez nagyon megtetszett neki, és akkor ment a kavarás, és egy a lényeg, hogy akkor az Esnagy megírta rá a szöveget, de nem fogadták el. Ez nagyon közel van már, és a harmadikat már az előbb mondtam, a Itt állok egymagam, illetve Alvajáró című. Ez a három már megvolt akkor, amikor én egyáltalán még sehol nem vagyok az illés gondolatban. Ami akkor az már Nógrád Verőcei történet, amikor a 65 nyarán ugye játszunk ott minden este, három hónapon keresztül, és akkor egyszer csak, hát ott nem tudom, ez is az ember nem emlékszik pontosan, de fölmentünk gityózni a lapos tetőre, és akkor úgy egyetértettünk abban, hogy ez hogy pattant ki, hogy
elég unikumot ittunk, vagy keveset, ez most mindegy ilyen szempontból, de az, hogy egymás szemében néztük, az, hogy ezt magyarul meg kell írni. Nem úgy érte lefordítani, hanem magyarul meg kéne a beatet írni. Az így nem volt kérdés, hogy ez így, és baromira fölgyulladt bennünk a becsvágy, hát gondold végig. És akkor jó, minden hétvégén hazamentünk, vasárnap, de vasárnap este már visszajöttünk, mert vasárnap is kellett játszani. Na, és akkor így volt az, hogy a vonaton hazafelé, tehát azért mondom, nyugodtan megírhatod a nyugati pályaudvar forgatókönyvet, de odafelé van, tehát Pest felé van, és akkor ezért, mondom, semmi, ezek foszlányok. És akkor hogy szólna rá egy magyar szöveg? Hát ilyen Sárosi Katik, meg Vámosi Záraiek mellett, hát az ilyen belkántó a tánczenében. De hát hogy szólna ez? És akkor jött a ki mondta, hogy rám, és ez volt a szerencsém, mert amikor Bosba először eljátsszuk ezt a néhány számot, akkor nem vertek meg az angyalföldiek, azért mert akkor tilos volt magyarul énekelni, mert az sziki volt, na hát hogy mondjam. És nem érted, nem fogták föl, jó hangos volt a zene, és ennyi, ez volt a ki mondta, hogy rám, na, így indult. Egyébként viszont pont ide csatlakozik még egy nagyon apró nüansznyi kérdés, amit nem biztos, hogy meg lehet válaszolni, de azért, ha jól tudom, akkor mikor összeállt a Szörényi-Bródi szerzőpáros, akkor azért időnként átnyúltatok egymás teritoriumára, tehát időnként te is írtál egy kicsi kis szöveget, illetve a Bródi is írogatott zenét. Esetleg van erről, van konkrét emlék, hogy melyik zenét hát talán éppen ez a ómond. Tehát, hogy akkor, amikor már konkrétá válik, akkor gitár a kezünkbe, ott a izén, és akkor talán ez olyan Bródis fordulat. Talán, én úgy gondolom, vagy így emlékszem, de konkrétan nem tudom igazolni ezt. De azt tudja, hogy az a Kings együttesnek az ihletése. Tehát az, hogy egy ilyen hármas fogás ember az alsó húrokon, egy kvint fogásban hát nem hasonlít, csak a zenei világa, a hangzása, a stílusa, meg mit tudom én mi. És mondom, talán ez a fordulat, hogy árnyékban jártál, ez lehet, hogy a közt ő tette hozzá, ezt nem tudom, és én írtam azt, hogy ne várj tovább, jöjj el, vagy nem tudom, de ezek már összemosódnak. Egyébként még a rohan az időnél, egy kicsit ne rohanjunk is, engem borzasztóan érdekel, ez egy kettős csavarra rendelkező történet szerintem, ami a szám körül történik, mert ugye számomra szinte hihetetlen, hogy az Estnagy István írta a szövegét, és ő volt ugye a Sláger C egyik oszlopos szövegírója, és mégsem tudtátok a Sanzon Bizottságon átverni. Ez az egyik kérdés, hogy ez mit... Az, hogy nem tudtuk, az így nem jól hangzik, hát én senki nem voltam. Az Estnagy meg egy ambiciózus, hát akkor már bent volt a... legalábbis a kisujját betolta oda a izébe, a résbe. tehát én ebben bíztam, hogy ő ezt úgy izé, és nem. És mégsem. És utána eltelik néhány hónap, nem tudom, egy-két hónap, és megmondom őszintén, hogy én nem tudom, mire föl. Még egyszer beadtuk, és akkor elfogadták. Na, ennyire voltak ők következetesek. Igen, de utána most jön a második csavar a történetben, hogy anélkül, legalábbis javíts ki, hogyha rosszul tudom, anélkül, hogy lett volna a Sanzon Bizottság engedély, a konzulus elénekelt egy tévéműsorban a Rohan az idő. És ez az, amit a Neményi... Milyen zenekar volt, segítsetek? Atlantis. Amit a Neményi Atlantisszal vett föl valahol a rádióban, vagy valahol. Igen. Mert ugye a cenzúrák azok nem voltak egységesek, tehát mindenkinek megvolt a maga területe. És így átjárás nem volt, tehát ez nem mondhatta meg annak, hogy ezt nem még fogadtad el. Ilyen a tévé, a film volt a legszabadabb ebből a szempontból, legalábbis a mi nézőpontunkból, hát azért a Bacsó tudna erről mesélni. De egy a lényeg, hogy mindenkinek megbotta maga a kis szemétdombja. És hát fölvette a konca a Neményiekkel a vizét, és a televízió pedig Bánki László, azt hiszem, Málko ott volt, én nem tudom, én azt adta le a,
a jégpályán, a műjégpályán, hogy korizik a konc. És onnantól kezdve én nem hittem, egyébként nem hittem, szóval meg kellett rázni magam, hogy van egy sláger, egy országos sláger, hogy játszik a rádió, tévé. Hú, mondom. Tehát sokféle konfliktusunk adódott az idők során a konzsúzsával, ennek politikai természete is volt sajnos, de ezt az egyet nem lehet elvitatni tőlünk, hogy ez a közös sikerünk az első. Taps! Hogyha az időgépbe folytatjuk tovább az utazást, akkor nyilvánvalóan nem kerülhető meg a táncdalfesztiválok története. Hogyha egy zenekar a 66-os táncdalfesztiválon majdnem mindent learat, illetve második helyezést ér el, akkor a 68-ason honnan jön az az ambíció, hogy elinduljon egy másik táncdalfesztiválon, amikor hát már baromi ismert zenekar, tehát én nem értem pontosan, hogy akkor nyilván más volt a médiapiac, meg az egész popkultúra szerkezete, de hogy miért kellett még egyszer nekifutni? Az a publicitás, amit a tévé jelentett, az olyan megkerülhetetlen volt, hogy annak viszfényében, hogy ugye egy zenekar, amely részben már megvolt ez a kívülálló státusza, azzal, hogy túl nyerték szinte a 68-as fesztivált, ott kicsit ez a, hogy mondjam, csak a zenekar autonómiája is úgymond úgy veszélybe kerülhetett volna, hogy úgymond nagyon legitimálja ezt az egész. Nézd, hogy mondjam, nem csak kötéltánc volt ez a, ugye a maga a műfajnak a, nem a közönséggel, a korosztályunkkal való elfogadtatása, hanem a hatalommal való felé való elfogadtatás. Ez nem volt olyan, hát nyilván tudod, mert azért ott utána olvastatok, meg nem tudom én, ez nem volt olyan egyszerű. Tehát amikor a Lajos 65 tavaszán törekvés után, és akkor köt egy szerződést a Kisszel, hogy akkor a nemzetközi táborban játszunk minden este. Tudod, mekkora nagy dolog volt az? Egyrészt, mert játszunk, gyakorolunk napközben minden, éjjel-nappal együtt vagyunk, mit tudom én. Ez hihet, sokkal inkább, mint elmegyünk nyaralni, aztán időnként összeülünk próbálgatni. Ez egy nagyon fontos periódus, ez a Lajosnak a mizéje, hogy ezt a szerződést megkötötte a Kisszel. Most kivel kötötte volna meg? Hát. Na, tehát megkötötte ezt a szerződést a Kisszel. Nem is volt más. De akkor ebből lehetett érezni, hogy azért mindenáron nem akarnak minket a föld alá nyomni, már nem csak az Illést, hanem a műfajt. Hanem inkább a fiatalok játszanak, hát persze, és akkor legalább szem előtt vannak. No, tehát azzal együtt tényleg egy kötéltánc volt, egy kötél húzás a hatalommal. Tehát miközben te a kötélen táncolsz, közben ezt a kötelet rángatják itt, meg rángatjuk ott, a másik oldalon, és közben így billeg az egész Illés szekere, most éppen, hogy képletes legyek, vagy költői. Tehát nem volt olyan egyszerű és egyértelmű ez. Viszont egészen biztosak voltunk abban, hogy az utat be kell járnunk. Tehát azt nem láttuk előre, hogy mi lesz, meg egyáltalán, de hogy az utunkat be kell járni, és egyébként pedig maga a műfaj is egy, hát daszosak voltunk. Na most, a fesztivál, amikor meghirdették ugye az elsőt, hát persze, hogy oda megyünk, bár ciki, de hát ne oda megyünk. Hát a legjobb izé, ugye ott a képen. Igen is a képen, hogy egész ország lát minket, oda megyünk. Erős nótánk van, ismerjük? Na, hát igen ám, de hát beadtuk a számot, de hát a kottán meg a izén egészen másképp hatott, mint amikor mi azt előadtuk. Na, és ez gyakorlatilag ide lehet számítani a generációs szakadás, de mély, nagyon mély szakadást, ugye a idősebb emberek és a fiatalok közé. Az idősebb emberekben nem akarok mindenkit belesorolni, mert azért volt ilyen, hogy például Bosba, vagy mit tudom én, a szünetbe oda jön hozzám egy őszhajó, szerintem nálam fiatalabb volt akkor. Már a mostani énem. Na, hát mit tudom, lehetett 40-50 éves körül. De hát az már öregnek számított.
és az félrehúzott, azt mondja, hogy egyébként a Mégfánynak én írtam a szövegét, csak úgy mellesleg mondom, de hát ez akkor nem volt kérdés, hogy mi Lennon McCartney vagyunk, tehát nem tartottam igényt arra, csak hogy részben válaszoljak a kérdésedre. Aztán ez az Istvánban is megismétlődik, amikor, hát igen, amikor a Rámai Párbeszéd van, akkor azt nem lehet megvárni azt, hogy míg a Brody majd nézni, hanem megírtam én a szöveget, és akkor bennem maradt. Azt mondta Brody, hogy ez jó. Melyik rész, ezt lehet tudni? Nem tudom, de mindegy, erről az izé jut eszembe, amikor a Rákosi a Kodályt megkérdezte, vagy mondta, hogy a himnusz át kéne, jó az úgy, ahogy van. Na, tehát egy a lényeg, hogy tehát a 66-os Tánza Fesztivál egyszerűen kirobbantotta. Nem gondoltunk mi bele, hogy ez, mi azt tudtuk, hogy ez jó, és ez kell. Nem piszkálni akartuk az öreg korosztályt, hanem mi ezt találtuk jónak, jaj, de jó, és kész, ennyi. Na, egy a lényeg, hogy akkor persze nagyon, nagyon beindult a bicikli a támadásokban is, és akkor persze akkor úgy gondoltuk, hogy a következőre már nem adunk be. Tehát a következő évi nem adunk be, mert menjenek ezek a francba. És aztán az egy év, az pontosan elég volt ahhoz, hogy azért rájöjjünk arra, hogy hát jó, lehet ezt mondani, de mégiscsak ott van az országos figyelem. És akkor azon a év elején, tehát így körülbelül 68 januárjában, akkor megszületett már a kisrác, és baromira erősnek éreztük, hát az is persze, de így magunkba játszva is, már nagyon erősnek éreztük a dolgot, szöveg, minden, zene, szöveg együtt, fú, ezt adjuk be, aztán lesz, ami lesz. Ez lett. Említetted itt a kötélhúzást. Ja, és akkor igen, bocsánat, de akkor az elvtársak áttestek a ló másik oldalára, és a díjaknak a, nem tudom, nagy százé odatolták elénk, mert hogy, és akkor meg is magyarázták, mert hogy népi, meg hogy izé, ez nem az angol száz, népi, igaz, hogy magyar népit mondtak közben, délszláv, de ez mindegy, nem kellett, hogy értsenek hozzá. De akkor odatoltak tornyot, mikrofont, mindent. No. Akkor áttestek a ló másik oldalára, és pont elég volt ahhoz, hogy elbukjunk a londonézén. Na, de nem akarok előreugrani. Viszont tényleg említetted azt, hogy a hatalom birtokosaival helyen közel azért volt kapcsolatotok, illetve kénytelen-keletlen ki kellett alakítani ezt a nexust. Fölírtam magamnak néhány nevet, és kíváncsi vagyok, hogy mi jut róla eszedbe egy elsőre. Ha azt mondom, hogy Kessler Pál. Jaj, Keszi bácsi. Aranyos, nem tudom, harmadrangú pozános volt egyébként, tehát az életigazgató nyilván gondolom. De zenész volt, na, ismerte a Kottát, és ő gyakorlatilag kollégaként beszélt a zenészekkel, tehát a művészekkel, kollégaként. Tehát ezt ő el is várta, hogy őt úgy tiszteljük, mert hogy ő egy kolléga. Ő nem egy igazgató, na, ennek megfelelően aranyos ember volt egyébként, tényleg. Tehát soha az életben semmi bajunk nem volt. Ő be volt kötve a Mátyásföldi főparancsnokságra a szovjetekhez. Hát moszkovita, így hívták, de be is járt időnként. Tehát lehetett bízni benne, hogyha valami el akar intézni, akkor az el lesz intézve. Hát, ha jól tudom, egy sorkatonai szolgál. Így van, egy sorkatonai. Jó, de azért maradjunk annyiban, hogy azért az Orinnak is fontos volt, amint. Hát ez nem úgy van, hogy csak engem személy szerint kiüzletelt a katonasságtól, hanem azért, hogy tudjak játszani, és menjen a turné, és nem tudom mi. A két évre, hát megszűnt volna a zenekar. Hát ezt a Kessler is tudta. Na, de a Kesslerrel egyébként az, hogy aláhúzzam ezt az előbb mondottakat, hogy bementünk valamiért a titkárságra. És akkor éppen kiengedett valakit, nyílt az ajtó, hát akkor viszont látom. Jó napot, karnagy urak! Na most egy zenekarban csak egy karnagy van, ugye? De ő mindenkit megtisztelte ezzel, hogy jó napot, karnagy urak! Semmi értelme nem volt, de megtisztelt minket. Volt humorérzéke. Volt humor, abszolút. Na erre a Lajos fölbát, mikor jönnek hozzám beszélgetni egy kicsit? Hát Keszi bácsi, hát amikor rá tetszik érni, akkor beszéljék meg a Magdi, vagy nem tudom, ki volt a titkár, beszéljék meg, egyeztessenek időpontot. És már menne visszafelé, amikor Lajos odafordul hozzá. Keszi bácsi, még lenne egy kérdésem. Na mondjad, Lajoskám.
Sör lesz, vagy hozzunk? Ez nagyon laza, úgy tűnik. Hát ennyit a pártállami apparatcsikokról. Ja, ha már ezt a kifejezést használtad, akkor kintem vagyok egy másik szorít, egy fogadásom vagyok, de ez már később, ahol beengedtek minket. Hát ilyen elvtársi fogadásom voltunk, én már nem tudom minek kapcsán, és Illés zenekart is meghívták, és ott voltunk. Tehát még Marut is ott volt, még nem volt ilyen magasan. Nem tudom, hogy bementünk ott, köszöntünk mindenkinek ott. Kicsit zavarba voltunk, Alajos nem annyira. Oda jött egy Manusa Lajoshoz, hát láthatóan ismerte, hogy ő a zenekar vezető, az Illés Lajos. Oda ment hozzá, hogy Kovács elvtárs vagyok. A Lajos azt mondja, szorongatja a kezét, örvendek, szomjas. Kapjon egy tapsot, hagyj üljön ott az égbe. Na, nem tett bele két másodperc, már ott ültek a kantinnál. Na, ennyi. Tehát a haverkodás ment, nem, ez így emberileg nem volt izé, tehát, hogy mondjam, magunk között nem volt ott harag, meg ilyesmi, hogy őve, hanem ment a felső szinten ez az izé. Akkor még van három név, akkor. De csak... Na, ja, bocs, hát jó. Barna Andrásné. Barnáné? Igen, elvtársnő. Barnáné. Mi így ismerjük, hogy András? Andrásnének, igen. Barnáné elvtársnő. Igen. Hát ő a BBC botránynak a itthoni leföldelője. Hát őtőle tudjuk meg, be kellett menni hozzá, és őtőle tudjuk meg, hogy súlyos vétséget követtünk mi Londonba. Hát ismeritek a sztorit, meg nem tudom én mi. De mondtuk, hogy mit? Hát igen, nyilatkoztunk a BBC-nek. Hát persze, de miért? Hát végül is a BBC egy, hogy mondják, ilyen... Közszolgálat. Igen, de mértéktartó és mértékadó, és nem tudom, stb. Na, de amiket ott mondtak. Na, és akkor itt mondtuk azt, hogy hát jó, ezek szerint fölvették, na, ugye lehallgatták, fölvették. De akkor hallgassuk meg, és bökjenek rá. Itt mi kérdezünk? Együtt tudtuk, hogy jó helyen vagyunk, tehát nem volt ám olyan egyszerű. Na, hát ott azért, na. Hát, és akkor tartott egy példabeszédet, hogy amikor az állami, mondjuk az állami népi együttesek kint vannak Szibériában, hogy ott azért nem volt könnyű a... És nem azzal például adott, hogy Amerikában, hanem hogy Szibériában. Hát ez olyan hülyeség volt, mint az izé. De csak hogy elmondja, hogy ott hogy milyen kemény élet volt, és mégsem panaszkodott senki. De mondom, mi nem panaszkodtunk, mi azt mondtuk, hogy jó lenne, ha több klub lenne Budapesten, meg Magyarországon, mit tudom én. Kus, mi beszélünk itt. Hát nem így mondta, de ez volt a lényege. Barnáné elvtársnő. Akkor tudtuk meg, hogy egy évre le leszünk tiltva. És állítólag összekeverte a BBC-t a Szabad Európa Rádióval. Nem, az jobban hangzott. Tehát azt már nem ő találta ki. Azt már azt akkor nem így hívták, hogy a pártközmond, nem titkosszolgálat, de kitalálta a pártközmondi agytrözt. Ugye a BBC-re ne hivatkozunk, mert az semmit nem mond, de az, hogy bementek a Szabad Európába, és a csekénnek nyilatkoztak, ami nem igaz, mert ez nem történt meg, de ebből a közönség tudhatta, hogy mi a főbűnünk. Mert hogy a Szabad Európa, na az igen, mert azt hallgatta mindenki ezeken a látnákon, úgyhogy na azzal már lehetett fenyegetőzni a közönség felé is. Ez volt a ti köteles beszédetek akkor, amit átforgattak. Van még ebből a panoptikumból, vagy? A Borsenő Erdős Péter tandemet szeretném megkérdezni. Nem fáradhatok le. De nem akkor, muszáj. Akkor haladjunk tovább, és olyannyira, hogy én már az utazáslemeznél tartok, hogy legyen egy ilyen elegáns ugrás, ami nekem azért fontos lemez, meg nyilván mindenkinek, aki itt ül, mert hogy ennek a lemeznek valahogy nekem sokkal érettebb, teltebb a hangképe, valahogy nekem ettől a lemeztől lett felnőtt a rockzene, nem is beatzene már szinte, vagy az Adda kezettől, de hogy mit gondolsz, hogy
Mi volt a titka? Milyen csillagállás volt akkor ott 73 körül, hogy ez a lemez úgy szólalt meg, hogy már nem volt semmi amatőr báj, a hangkép, az egész... Abszolút értem. Akkor még egyébként nem volt csillagászati komputerem, tehát én nem tudtam kiszámítani, mi a csillagállás. Azt az ember körülbelül érezte, ahogy hanyatlott az illészenekar perspektívája, mert itt erről van szó egyébként, nem az, hogy ne tudtunk volna zenét írni, meg szöveget, meg nem tudom én. Ja, megy ez? Jó. A perspektívája kezdett homályossá válni. Itt kint beszélgettünk az Ádi Bádival, Török Ádámról van szó, nem tudom, itt van, vagy kint van, mindegy, hogy volt ez a ominózus Diósgyőrűs, az első magyar Woodstock, amit egyébként Tolcsvai Béla és csapata szervezett, csak hogy korrektek legyünk, és mi egy ilyen egyesített hadsereggel mentünk fel a színpadra, úgy neveztük el, hogy Kit Egylet, tehát Koncz, Illés, Tolcsvaiék és a trió. És bár állati jókat játszottunk, jó zene volt, meg nem tudom én mi, de ilyetten konstatáltuk, hogy a Bergendi a Rózsival kész, a Török Ádi a jön a gőszajó, azóta próbálom vele eljátszatni, de sehol nem sikerül, mert jön a gőszajó. Imádom, és azt mondom, sehol nem vagyunk. Tehát egy a lényeg, hogy ott akkor egy ilyen megingás volt, és gyakorlatilag ezt már számtalan szer mondtam, én az utazást magamnak írtam, ezt idézőjelben mondom, tehát magamnak. Tehát ugye akkor volt ez a valódi utazás élményem, meg nem tudom én, és azt én úgy gondoltam, hogy egy ilyen West Coast jellegű, country ízű stílusba öltöztetem ezt az utazást, mert az ilyen nemzetközileg hangzik, tehát zenei nemzetközi. És hát ez jó sikerült, ez kétségtelen, de addigra már fejlődött azért a hangfelvételi technika, egy, kettő, olyan zenészek játszanak rajta, akik a maguk területén már bizonyították, hogy profik. Szemben, mert használtad ezt a kifejezést, a nagyon erős amatőr bájjal rendelkező illézenekar. Azt soha nem fogják leteperni azt a nagyon kedves amatőr bájt, mert bár most lenne olyan zenekar, de ez kétségtelen, hogy így volt. Hát kétségtelen, hogy így volt. Amikor a Szabolcsal oda kerülünk, ugye hattagú a zenekar, Illés Csárli, Illés Károly, Ródi János, Joe bácsi a doboknál, és ketten mi a Szabolcsal. És gyakorlatilag én nem mellesleg azért mondtam a Lajosnak, hogy vinném a Szabolcsot, mert én tudom, hogy mi tudjuk, ismerjük egymást. Tehát egymás hátának teszünk a izét, és akkor kifelé lehet irányítani a dolgokat. Tehát, hogy zeneileg frankó. De ettől még benne maradt ez a nagyon kedves báj. Még akkor is, amikor végül is a Joe bácsi kiszáll ősszel, és a Pásztorit oda viszem, de még ott cserélnek egy ideig. Még ami a Zoli nem ér rá, mert ő szegény, ezt, nem tudom, ismeritek ezt a történetet, egy perccel az illészenekar szétoszlása előtt veszi ki a munkakönyvét az Operettszínházból. És akkor engem vádolt, hogy azt mondtam neki, hogy hát még ó, még nem, Zoli, ne arra, hogy de nem érezted akkor? Te, aki mindig azt mondta, bár érezte azt, hogy kicsit vitatkoztunk, vagy veszekedtünk a zenekar, az Zoli azt mondta, gyerekek, ideges a légkör. Na most, hát te nem vetted észre azt, hogy ez már, és akkor kivette az ízét, és ott volt a levegőben, és elment gumit, ez a szegény. Na hát mindegy. Tehát ő neki végig megvolt a munkakönyve, és a gázsiának a felét odafizette a operettes timpánisnak helyettesítésére. Normális volt ez? Na, mindegy. Szevasz. De azért 1973-ban, ahogy már említetted is, a Diósgyőri Popfesztiválon, azért történt egy... Bródi Jánosra történt, ugye egy... Történt, ami történt. Mindenki ismeri a történetet. Viszont az megint csak érdekel bennünket, hogy így most 40 év távlatából lehiggadva, és tényleg szinte történelmi távlatokból nézve az akkori eseményt, mennyire érzed azt jogosnak, azt a sértődöttséget, amit Bródi János akkor produkált, amikor azt mondta, hogy hát miért mentetek el nélkülem játszani, amikor ugye már megszületett ellen a bírósági végzés. Szóval lekötött turnék voltak, amiket nem lehetett? Óri turnék voltak, persze. Hát én egyébként a Kocsis elkönyvben erre válaszolok.
Most nem szívesen idézem vissza, de jó, nem akarok balhét. Na. Ja, na, itt most helyszíni balhét, de van nekem erre egy válaszom. Igen, hogy, nem, igen, hogy nélkül elmentünk. Ha mi a fenét csináltunk volna? Hát le volt kötve a turné, és meg kellett csinálni. Meg kellett csinálni, ami arról nem tettünk, hogy őt bevarták a szobába, még szerencse, hogy csak oda. Ezt teljesíteni kellett. Mert különben nem volt játék. Megpróbáltuk ezt mi izé. Szóval gyerekek, van szerződés? Van. Hát akkor oldjátok meg. Egyébként egy teljesen más zenekar. És akkor vissza kellett volna nekünk fizetni a bevételt. Hát nem az, hogy azt a szerény gázsit, amit mi kaptunk, hanem a közönségi bevételt nekünk vissza kellett volna fizetni. Hát az nem is tudom, nagyságrendileg az több 10 000 forint, már mondjuk egy siófokin konkrétan tudom, hogy az 10 000 forint volt a jegybevétel akkor. És mi ebből kaptunk 100 forintot fejenként. Szóval azért hasonlítsuk össze az arányokat. Most ezzel fenyegettek, hogy akkor azt nekünk vissza. Na, hát jó, mindegy. A Brodyról holnap reggelig lehetne beszélni. Ő egy érzékeny lélek, másképp, mint én. De érzékenyek vagyunk mind a ketten. Ő egy érzékeny lélek, és ő mindig a pillanatnyi hangulatának megfelelően reagál a dolgokra, ahogy finoman fogalmazzak. Köszönöm a választ. Van még egy ilyen neuralgikus pont, utána sokkal kellemesebb terepekre menjünk. Én például a fonográfot nagyon-nagyon szeretem, de a Kovács Katit mindenképpen kérdezzük meg, hogy miért kellett 78-ig várni erre a nagyszerű lemezre. Tehát hogy itt volt egy ilyen ki nem mondott megállapodás szintén a szerzőtárssal, vagy egyszerűen a Katinak is le voltak kötve a lemez megjelenése. Értem. Hát ez hova tovább azért az itt jelenlévők közül azért elég sokan ismerik ezt a történetet. Néha azért muszáj elővenni, mert az interneten egyébként maga Brody is másképp akar erre emlékezni. Na most mit csináljunk? Ez van. A Kovács Kati lemezt abban az előtte lévő periódusban a Brody hozta be a képbe. Ugyanis a Kovács Kati, ezt is talán tudjátok, vagy nem, a Kovács Katival egyben jártak. Na, ez tény. Na most, ettől még nem kell lemezt csinálni. Ez így van. Jó, de ezt én mondom. Hát kellett, de igen, a Brodynak, ez, igen. Úgy tűnök, igen, hogy kell. Most az megint más kérdés, hogy ha szakmailag állunk hozzá, vagy pedig érzelmileg állunk hozzá. Na most itt mind a kettő keveredett a Brodyban. Én benne nem, mert én csak szakmailag álltam hozzá a dologhoz, és mindig is. Mindig is. Én a Katit nagyon nagyra értékeltem, mai napig is. De, mert szakmailag. Na most akkor behozza ezt a képbe, mondom, ide figyelj, Tinikém, hát boldogan, hát gyerünk, csináljuk. Aztán nyilván megfenyegette őt az erdős, egy, mit tudom én, valamilyen helyzetben, én nem tudom, én nem voltam ott, de egy a lényeg, hogy visszakozott. Visszakozott, erről másképp akar emlékezni, mert ez egy kicsit kínos neki, hogy ilyen kalandos az útja. Na. Neki kínos. Neki nem kellett volna ebből kiszállni. Igen ám, de megijedt. Olyan erős volt az Bors, Erdős, Konzsuzsa klán. Az most más kérdés, hogy a Boldizsár Iván ezt megtámasztotta, amíg élt, meg aztán stb. De ez fontos, mert ez politikai hátterű. Erre mondtam azt, hogy nem lehet úgy művészkedni, hogy az ember megfenyegeti politikailag. Na, tehát egy a lényeg, hogy neked csak itt az utad, és ennyi. És ettől én még dühösebb lettem. Hát mint alkotó ember, hát ne szórakozzatok már. Akkor a Brody kiszállt belőle, mert hogy mondom, megijedt nyilván, hogy te csak itt, mert a Lász Jutka meg ezek mind belefértek a dologba, mert az más. De hogy a Kovács Katinak pont a legnagyobb konkurencia. A legnagyobb. Igen, a legnagyobb. Még az alatt nem is annyira. Akkor. És akkor, jó, hát mondom, és akkor jön az izé, hát én nem tudom, megtudta az Adam is, nem tudom én ezt a sztorit, és akkor jött, hogy na, akkor figyelj, akkor ezt csináljuk meg, jó? Hát mondom, ide fél Ancsa,
Én különben szerettem a te szövegeidet is, mert jók, meg nem tudom én, még az áthallások is, akármilyen durvák, még az is belefér nálam. De mondom, én egy hangot nem írok le addig, ameddig te ki nem hozod az igent a borségtól. Világos? Szóval persze. És lett belőle egy baromi jó lemez. Ő intézte el. Igen. Hát én semmi, hát én. Azért mondtam az előbb, hogy ne kínozzuk egymást itten Erdős Bors, legyen ennyi elég. Köszönjük szépen. 70-es évek közepén járunk. Történészként egy apró momentumot mindenképpen meg kell említenem. 1975-ben Felszabadulásunk 30 éves című pályázatot írt ki. Ha jól emlékszem, Ilkó Pál, a Művelődésügyi Minisztérium. Igen, tudtuk, igen. Jó, de ez a dolgot ott maradja. Nagyjából igen. Hát nem tudni ezt a részét, tudni. Hát nem? Igen, és ugye ezt a pályázatot egyébként az a Korong Együttes nyerte meg, amelyiket ugye 3 évvel korábban letiltottak a Jézus Krisztus Szupersztár játszásában. Ja, igen, igen. Hát ez ugyanaz volt. És ugye nagyon nagy díjat tűzött ki Ilkó Pál ennek a pályázatnak a végére, nevezetesen, hogy eljátszhatják a Szovjetunióban is a győztes dalát, meg az NDK-ban, meg Lengyelországban. Igen. De végiglapozván a pályázóknak a névsorát, megtaláltam Szörényi Levente nevét is. Nem tudom, hogy erre emlékszel-e. A számcím nem volt odaírva. Egy bizonyos Vajda Tibor, aki a könyvzenei referense volt egyébként a minisztériumnak, tehát a Barnáninak a beosztottja volt, ő írta össze, és ő kardoskodott, hogy minél több könyvzene szerző menjen be, és a Demir... Na várjál, de azért közelítsünk, mert de... egyáltalán nem, onnan emlékeznék rá egy papíron. Csak az én nevem volt, vagy a Brody is? Nem, a Brody érem volt ott. Szörényi Szabolcs mellett volt ott a neved egyébként, ez érdekes. És mondom, 106 nevet soroltak így föl. De a Demir Rúzsitól elkezdve... És a Brody nem volt rajta? Ott volt a szakmakrémje. Nem emlékszem rá, megmondom őszintén, de lehet... Jó, de kell, hogy ha igen, akkor kell, hogy emlékezni. Nem emlékszem. Fogalmam sincs. Arra viszont emlékszem, hogy amikor Szegedről följöttünk, a Domtérről, a István a király, mert most ugrottam egy nagyot, csak mert ez témában ide passzol. Én nagyon megelégeltem azt az előadást, mert egy nagyon kilopott pénzek, és nem tudom én... Ez díszlet, a 84-es? A 84-es domtéri előadás, és nem tudom én, sajnos akkor is... teljes playbackkel ment a izé, mint a Városligetben, akkor még nem volt technika. Jó, de akkor az első druk azért, akkor már egy évvel később, persze mindenki fölbátorodott, hogy fú, hát ez megy a szekér, meg nem tudom, és azért elég sokan ottan izé betintáztak, mert nem kell énekelni, hát megy a szalag. És szóval az a baj, a közönség nem igazán lett le, mert elkesedett a darabért, de azért oldalról, meg hát, mit tudom én, azért én, és nagyon rosszul éreztem magam, és közben ilyen különböző magasságú tanári katedrákon játszódott az egész darab a dóm előtt. Én nagyon bepipultam, és mondtam a Tininek, meg a Boldizsának, mondom, én nekem elegem van a koltaiból, kivesszük a kezét, menjünk be az asszírozni, és menjünk be egy színházba vele. Ez volt akkor. Nagyon bedühöttem. Sőt, annyira emlékszem, hogy egy ilyen, a Novák Tata meghív egy vacsorára ott Szegeden, egy lakótelepen, egy búcsú vacsora, minden, és ott az ablaknál állva mondom a koltainak, ide fie Gábor, ha majd egy kicsit lesz idő, de akkor még jóba voltunk. Majd egy kis időd lesz, majd elmagyarázni, hogy miről szól az István a király. Úristen! Na, annyira föl voltam dúlva. Na mindegy, egy a lényeg, hogy megbeszéljük, hazajöttünk minden, és akkor mondtam, a Boldizsának mondtam, hogy próbáljunk meg valami. Hát neki több se kellett, ugye, acélpajtás, minden. Megmondom, hogy miért mondom ezt, miért mesélem. Azzal mentünk be, azzal üzentünk, hogy szeretnénk Kőszínházba bevinni, hogy kipróbáljuk, hogy a István a király az csak egy ilyen majális, vagy pedig vannak belső értékei, és ez viszont csak színházban, színész vezetéssel, és nem tudom én mi. Jó. Hát nyilván a Miki a papán keresztül üzent az acélnak, nem tudom én, és a kéréstől számítva durván 10 napon belül, de inkább talán egy héten belül megkaptuk az időpontot az acéltól. Egyetlen egy gond volt. Mondja nekem a Miki. Azt mondja, hogy csak ketten megyünk. Hát, de mi? Én úgy gondolom, hogy ne vigyük magunkkal a Brodyt. Ez így volt.
És valószínűleg, én nem tudom, de valószínűleg igaza volt, vagy a papam üzent, vagy a, nem tudom, hogy mert ezt nem tudom, de én értettem. Hát nem lehet úgy leülni az asztalhoz tárgyalni, hogy az acél mindjárt fölrúgja az asztalt. Ez biztos. És ez egyértelmű, hogy a Brody felé... És nagyon rövid volt a történet, röviden beszéltünk, azt mondja, tudják maguk, hogy, mi, hogy én nagyon pipa volt, nem így fogalmazott, nagyon dühös volt, amikor föltűntek, meg nem tudom én mi, nyilván a hír kijutott, meg nem tudom én mi, hát állítólag a bakelitunkon taposott az irodájában, meg nem tudom én, de azt mondja, ez a darab, ez művészet, magyar témát dolgoz föl, a Nemzeti Színházban a helye. És ezt mindenhol, ha erről szó kerül egyébként, elmondom, nem azért, mert én őket szeretném vissza, hanem azért, mert az acél egy művelt ember volt, nem volt tök hülye neki, és azért kellett valamihez igazodni, és a megfelelő pillanatban idáig el tudott jutni. De ha a Brodyt magunkkal visszük, nem biztos. Na, ha már ilyen bőszen nosztalgiázunk. Hát én onnan kell nézni a dolgot, nem innen. Én a fonográfnál lecövekelnék, visszamennék a 70-es évek közepére. Csak kérdezem, hogy... 7 óra van. Jó, mennyit számtatok? Mert... 10-ig, azt mondják, 10-ig. Szerintem élvezik. Szóval aki az 1 millió fontos hangjegyből emlékszik az Edisonos fonográf sóra, illetve hát megvannak a régi fonográf lemezei, azok számára világos, hogy ezekben a dalokban egy ilyen bájos, monarchikus nosztalgia is kiolvasható New York kávéházzal, polgári attitűddel. Na most lehetséges az, hogy ez a bizonyos nosztalgia hullám, amit a ifjúsági sajtó emleget, hogy a Karádi Katalinnak bemutatták 78-ban a Filmmúzeumban a Halálos tavasz, és utána már elindult a Hungáriával, meg a Sohasem mondd el ez az őrületes nosztalgia hullám, hogy valójában a nosztalgia hullám azt a fonográf generálta sokkal korábban, mint a híres neves Karádi bemutató. Értem. No, tehát a fonográffal egyébként visszamenőleg is egyébként az a bajom, hogy egy állati profi zenekar azt játszott, amit akart. Ami eszébe jutott, az lejátszotta. Na most, ennek köszönhető az, hogy hol ezt játsszuk, hol ebbe a stílusba szeretünk bele, hol... Arra speciál büszke vagyok, hogy az amerikai Billboard magazinban ott találjuk magunkat a Benko Dixielanddel a Schlager listán. De ez nem nekünk köszönhető, hanem a Benko Dixielandnek, valljuk be őszintén, ők voltak ott nagyon népszerűek. Na, tehát egy a lényeg, hogy szóval bármi eszünkbe jutott, és akkor ott van az utolsó lemezünk, ugye? Jelenkor. A jelenkor, ami a legjobb fonográf lemez. Azzal kellett volna kezdeni. És akkor gyakorlatilag nem ér minket vád, te szerettik a zenénket, meg mit tudom én mi. Én nem akartam az utazás után, hogy a fonográf country zenekar legyen, és azt se akartam, hogy Dixielandet játszunk, és azt se, hanem se hülyeség, mert az ember nem az, hogy én láttam a jövőbe, de a jelenkor lemez az, amit oda kellett volna a fonográfnak az első pillanatban, az illési hagyományt, mert ott voltunk mi is, folytatójaként egy más dimenzióban, más hangszerelésben, más izében, és akkor igaz, hogy eltátották volna a szájukat az emberek, de akkor a fonográf egy progresszív popzenekarnak a pályáját járja be a közönség előtt, és nem mondják azt, hogy mi játszok itt össze-vissza mindenféle. Jót, de hát ez van. Említetted, hogy voltatok azért külföldön is, a fonográffal is játszottatok azért Nyugat-Európában. Voltak kísérletek, illetve voltak angol nyelvű fordítások is, bár ezt nem mondanám fordításnak, inkább átköltéseknek, ami a fonográf zeneszövegeknek szövegeket illeti. Voltatok például 1977-ben a Viten is Kubában, ha jók az információk. Igen. 77, azt nem megkérdezi, én megbuktam matematikából, úgyhogy 78-ban volt a hatalmány. Na ezért, köszönöm szépen. Hogy Posgai ott volt, az biztos. A Posgai az a januárban, mert kétszer voltunk Kubában. Igen? Kettőször. Akkor ezt beszéljük is meg. Na.
Tehát nyáron van a vit, augusztusban, ha jól emlékszem, és ennek az évnek a januárján kiküld Magyarország egy kulturális küldöttséget, mint egy beeltetősképpen, és a Hozé Márti kultúrpalotában játszunk mi a következő Express együttes, Fonográf, Kovács Kati, Koncsuzsa, Haki Tamás, nem tudom még ki mindenki. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen behetető utazás volt akkor januárban, akkor azt vezette a Posgai. Az, hogy Vitán ott volt-e vagy sem, hát feltételezem, hogy igen, nem tudom, de ezt tudom, hogy ezt a turnét, ezt ő vezette, állati jó volt egyébként januárban. Fekák, torkik pulóverbe röhögtek, hogy mi úszunk a medencébe. És volt vagy mit a 28 fok. Na, aztán a nyári is. Hát igen, igen, a vid. De mi a kérdés? És utána pedig, ha jól emlékszem, akkor Lendvai Ildikó is, az viszont akkor már az biztos, hogy a vit volt, a Lendvai Ildikó féle delegáció, amikor a KISZ központi bizottsága is beszállt az utazásba. Nem olyan rég beszéltem ugyanis Lendvai Ildikóval is, mondta, biztos, hogy... Biztos így van, de hát mondta, most gondold hogy, el, hogy a vit, igen? A vit delegáció, ez egy Boeing, nem tudom, milyen géppel ment. Sőt, kettővel, mert nem, annyian jött mindenki. Hát ugye ki volt fizetve? Igen, a kérdés egyébként igazából arra vonatkozik... Ez a Szendrő Jóska bácsinak a sztória. Beszélget egy fiatal színésszel a Fészekklubban, megebédelnek minden, beszélnek, beszélgetnek, mit tudom én, kettesben, és akkor egyszer csak nem bírja ki a fiatal kolléga, de Jóska bácsi, mi van, fiam? Szóval a nyakkendőjén van egy darab spagetti. Hát mi? Ki van fizetve? Na, hát a ingyengaja sokkal ízesebb. Na. Szóval Lendvai Ildikó, csak befejezem azért, mert... Igen, kíváncsi vagyok rá, de nekem akkor a Lendvai Ildikó nem jelentett semmit. Értem, rendben értem. Van. Ő a kulturális osztályon dolgozott, akkor még valóban csak mint munkatárs. Pándi elvtárshoz bejön, Pándi elvtárs... Ő vitte oda. Igen. Na, ezt jó. Nem olyan rég tudom én is a Lendvai Ildikótól, viszont azt mondta, mikor előkerült a Fonográf együttesre a szó, azt mondta, hogy mi szélesre tártuk a zenekarok, a jól menő zenekar, jól menő és tehetséges zenekarok előtt az utat, illetve a kaput, és ide sorolta, talán elsőként említette meg a Fonográfot egyébként. Te is így láttad az másik oldalon, a kapun kívül, hogy könnyedén kinyitotta a KISZ? Akkor már nem láttunk mi kapukat. Az ilyen jelenségekre mondják azt, ugye most volt nemrég a Kossuth-díj átadás. Maga Orbán Viktor mondta el a Kossuth-díj vacsorán, nyilván ő is hallotta, tehát visszaidézte ezt, hogy jópofáskodott ezzel az izével, hogy annak idején, ez így Szálló Ige volt, hogy a Kossuth-díjat azt nem kapják, hanem adják. Igen. Tehát annak fontos, aki adja. Aki kapja, hát az jó, vagy elfogadja, vagy nem. Itt van a nagyon lényeges pont, mert van, aki nem fogadja el. Kevesen, de azt mondja, hogy nem, kösz. Tehát az, hogy a Lendvai Ildikó mit mondott, hát Istenem. Milyen kapukról beszél? Tulajdonképpen már a Fonográf feloszlásán is túl vagyunk. Szóba került ugye a 85-ös, 86-os gyorsítunk. Úgyhogy én a muzsikás együtteshez ugranék, és akkor ne politizáljunk olyan bőszen. És van, nem arról hajnalott, amerről hajnalik lemeznek, te voltál, ha jól emlékszem, a hangmérnöke vagy producere, amit nagyon sokan a legjobb magyar folk albumnak tartanak, vagy legnépszerűbb ilyen az lemeznek. Az első muzsikásról van szó? Nem az elsőről, hanem a 86-osról, nem arról hajnalik, amerről. Mert onnantól kezdve én a muzsikás lemezeken rendező igen. vagyok. Igen. És hogy ennek az albumnak, nyilván mivel az István a király után vagyunk 3 évvel, van egy ilyen, kicsit ilyen, talán nem szerencségtől is, rokkosabb húzása. Mi volt a titka, hogy te oda kerültél, és egyszerűen a muzsikás másképpen szólalt meg, olyan erő volt benne, mint na, gyakorlatilag az István. Ezzel boldogan válaszolok egyébként. Itt arról van szó, nyilván az István is hatott ehhez a dologhoz. Legfőképpen az, hogy átszövi a népzene az Istvánt is. De hát az sem akkor hangzik el először. Tehát ezek a akkor föltűnő népzenei együttesek, és különösképpen a muzsikás, élén az Éri Pityu, nem Pityu, de így hívtuk egymás között, és a Csóri Sanyi,
ezek le is szúrta őket a Gallós Zoli bácsi egy alkalommal, azt mondja, nektek nem az a dolgotok, ami a Leventé, jó? Ti rendesen, autentikusan játszatok. Ott a szemem előtt leszúrta őket. Igen ám, de ők meghívtak engem, hogy legyek a zenei rendezője ennek a dolognak, ami legfőképpen abban teljesedett ki, hogy azt a stúdió technikát, amit abban a korábbi időkben már azért sok idő van mögöttem, azt áttegyem egy ilyen akusztikus népzenei bandára, ám csak mit tudom én, egy-egy példát mondok, a Bózs Janival vettük föl még az ő hálószobájában kint, ahol az István alapokat is fölveszük. Mondjad már, hol kint a Lőrincen, igen. Olyan volt, hogy két mikrofonnal vettem föl minden hangszert. Csak azért, hogy szakmailag is érte azt, hogy te hallod, hogy jó, de mi. Oda tettem a tetejére, tetettem a tetejére, ahol a húrok szólnak, és az aljára, ahol a test szól. Ez elképzelhetetlen volt a rádióban, ott beraknak egyetlen mikrofont, azt álljátok körbe, mintha a széken lennének, vagy valami, tehát ilyen autentikus hangzás. És eddig így vették fel a rádióban is a népzenei. Te volt a folk Phil Spectorja. Hát igen. Én olyan, annyira boldog vagyok ettől a dologtól, hogy ez így jó sikerült. Tehát a bőgőt is, meg nem tudom, szóval különböző ilyen. És ha kellett, rávettek arra a pityűjék, hogy akkor bassgitárra nyomjak oda alá valamit. Hát persze, hát szólt az a bőgő, mint az állat, de közben tehát megtámasztod még egy kis bassgit, nem hallatszik külön. Hát na, ettől szól mindegy orosz tank, ami átmegy a izén. Tényleg. Hát ez, ebben nagyon sok és nagyon fárasztó munka volt, de megérte. Na. És onnantól kezdve persze, hát hívnak erre, arra, szvorákat, rengeteg népzenei lemezt csináltam. Nem tudom, hogy Bencének ragadt ebbe kérdés erről az időszakról. Erről az időszakról igazából a Maci Lacit szerettem volna még megkérdezni. Ja, kérdezzetek. A Baróti Lászlónak a szerepét firtatnám egy kicsit, hogy jött a kapcsolat vele? Hát a Baróti László már ott van a Viten. Tehát az, hogy januárban ott volt, ezen nem emlékszem, de a Viten ott volt, és föl s alá sétált. Időnként a Kelenföldi Skála áruházban is összefutottunk. Nem, Skála, mi volt az a első piac? Skála, nem? Skála. Budai Skála. Hát a szemben, Budai Skála. Na, az a Bercsény utcai a kollégiummal van pont szemben. Na, de akkor még az üres telek volt. Na és ott is jöttünk, mentünk, aztán szevasz, Laci, szevasz, mit tudom, stb. Csak nagyon zárójelben mondom, hogy nem kell érte hálásnak lenni azóta is izébe Bakuba, nem Baku, mondjad már a... Jaj, Istenem, ott találkoztunk vele, nem találkoztunk, meghívás volt a... Ufa. Na, nem USA, Ufa, nem sejpítek. Baskír fővárosban, igen. Azóta sem tudni róla senki. De mi láttuk egyébként, amikor honfoglalás filmben benne voltam, és kiutaztunk. Elképesztő, hogy ott, hogy elhelyezkedett. Szóval mondjuk azt mondom röviden, hogy olajmágnások, de ne is jöjjön haza. Minek? Hát tud oroszul. Ez a legkevesebb. Na, szóval egy a lényeg, hogy a Maroti elvtárs ott sétafikált közöttünk a kubai Viten, és akkor már ír lett az, hogy ő esélyes a Kádárt utódlani. De hát ezt nem én találtam ki, ezt akkor már mindenki beszélte, hogy aztán miért, nem meg hogyan. Nem kell érte hálásnak lenni, egészen biztos vagyok benne, hogy a Maroti, aki először olvasta el az István a királyt, és bementünk hozzá a köztársaság térre, és ott ki volt téve, és nem a darabról beszélgettünk, csak általában beszélgettünk, hogy képzeljük el az izét. Ha a Maroti ezt nem támogatja, akkor nincs István a király a Városligetben. Ez egészen biztos. És még szinte abban is biztos vagyok, hogy ő oltotta az öreg komcsikat azzal, hogy nyugodtan. Nem tudok semmi biztosat róla, de a bemutató után egy évvel hallottam vissza, hogy az volt az ő elképzelésük, hogy ez a darab azért jó, mert ugye, hogy a Kádár az a Európa felé néző Szent István, és a Koppány ez a felnégyelni való, ez meg a Nagy Imre.
És ezzel nyugtatgatták magukat. Mondom, én elképzelhetőnek tartom, hogy a Maruti etette be őket, ő nem volt hülye gyerek. És ő tulajdonképpen egy ilyen reformer volt bent a pártba. Tehát bizonyos értelemben biztosak lehetünk abban, hogy a Maruti elvtárs harcolta ki az elvtársaknál az István a király bemutatóját. Az most más kérdés, hogy a Koltainak ebben milyen szerepe van, de ez tényleg egy oldalág. Nem ő a főág, a Maruti a főág. Hogy a beszélgetésnek kirejük a keretét, és akkor legyen a rendszerváltással vége. Itt volt vendégünk Kóbor János még 2. januárban, és ő említette ezt az ominózus 90-es népstadionos koncertet, hogy azt ő úgy tudta, hogy eredetileg az egy Illés Metro Omega buli lett volna. Nem. A 90-es, és akkor 90-ben ugye Illés és István a király lett. És hogy nem lett volna szimbolikusabb, hogyha a rendszerváltáskor a nagy hármas adja ezt a koncertet, ahogy eredetileg is erről szó volt. Tehát hogy mi volt az oka, hogy végül is mégsem a nagy hármas adta a koncertet, hanem csak ti léptetek föl? Én megmondom férfiasan, én nem emlékszem erre a verzióra. Tehát nem emlékszem, én nem, ezt a Kóbor sok hülyeséget mondott már, a televízióban is egyébként, nem csak ilyen kisebb, szűkebb körbe, hogy mi gátoltuk abba, hogy ők világhíresek legyenek, mert mi is kimentünk Angliába, szóval ilyen és ehhez hasonló hülyeségek. De mindegy, jó. Nem akarok rosszat mondani róla, de tényleg ő el van vakulva magától, és képes mindenféle hülyeséget összehordani. Nem emlékszem ilyen verzióra, az viszont igen, hogy az Illés az már akkor úgy volt, hogy bármikor, bárhova megyünk, akkor ottan tódul a közönség. Most nem tudom másképp mondani. És akkor az volt, hogy akkor kockáztassuk meg a Népstadiont. Soha az életben nem játszottunk ott, de olyannyira, hogy mi vagyunk az elsők a beat zenekarok közül a Népstadionban. Tehát úgynevezett nagy hármasból is, meg egyáltalán. Nem engedtek ekkora tömeget. Na persze, na. Tehát akkor arról volt szó, hogy az Illés kockáztassa meg a Népstadiont, mondjuk 80 ezer ember, mert akkor már nem volt a felellátó teljesen, de az is nagyon sok. És akkor, hát persze ment ilyen boka remegés, meg nem tudom, hogy akkor most biztos ez meg, biztos az meg, hogy hátha mégse úgy sikerült. Mindig nagyon óvatosak voltunk, tényleg. Az István a királlyal is, az utolsó pillanatig. A próbán kezdtem fölengedni és megbizonyosodni afelől, hogy talán ez jó fog elsülni. De visszatérve a Népstadionra, tehát volt egy ilyen belső kétkedésünk, hogy és mi lesz, hogy nem telik meg, vagy csak alul vannak, és fölül üresek a izék, mit tudom én, és akkor valamelyikünk mondta, Koltai talán, vagy valamelyik, hogy akkor, nyilván a Koltai volt, hogy akkor párosítsuk hozzá az István, mert a kettő együtt aztán tuti. Tehát hol van itt Illés Metro Omega? Aztán később megvalósul, de azt már a Rostamari szervezi. Na, az egy külön történet, ne kérdezzetek rá. Mert végig csak elég annyit, hogy most nem akarom a Kóbor teljesen elkaszálni, de végig az a halálfélelmük volt, végestelen végig, egy éven keresztül a szervezés különböző fázisain keresztül, hogy ki játszik utoljára. Nem, nem, nem mindegy. Hát milyen hülyeséget, érted? És akkor a Mari időnként megkérdezett, figyelj, most tényleg mi? Nem. Hát mondom, Mari, nem tudom én se. Hát én tudtam, hogy nem akartam neki sem, mert hátra egy rossz pillanatában, tehát az, hogy magabiztossá váljon, akkor ezt elmondja. Egészen az utolsó pillanatig ez lebegtetve volt, ezek már, mi a Zorán is, meg nem tudom én, ott a hajba kaptak majdnem. A Zorán annyit mondott, gyerekek, én középen vagyok. Kész. Ebből rosszul nem jött ki. Hát ebből rosszul nem jött ki, és egyébként igaza is volt. Az utolsó pillanatig attól félt a Kóbor, hogy mi hajtunk az utolsó helyre. És amikor, hát én már nem tudom, már tényleg egy nagyon utolsó előtti pillanat volt, akkor telefonban azt mondom a Rostamarinak, hogy te, figyelj Mari, tudod mit? Mi kezdünk. Óriási.
Hát mondom, jó, ezt egy évig tartogattam, de most kénytelen vagyok elmondani. Mi kezdünk? Mi kezdünk? Óriási. Na, ezt persze a következő beszél, vagy telefonnal, mit tudom, ezek egymást is marhára utálták a Omegába, de tényleg, hát nem bízott a elefánt a izébe, a Mihály nem, ez kiderült most egyébként pillanat alatt, tehát emberileg ők szerencsétlenek, tényleg nagyon csehül állnak, de végül is mindig összeállnak, és ez gyakorlatilag a kóbor viszi őket, mint fákja. Na, egy a lényeg, hogy akkor ezt megtudták a kóborék a Maritól, és elgondolkoztak rajta. Hát mondom, Vali, és mit mondott? Hát azt mondja, játszhatnánk mi is el. Kérdeztél, válaszoltam, hol van innen a... Na, ez az igazság. Hát akkor nagyon szépen köszönjük Leventének, hogy én is eljött, így gondolom. És tényleg nem akarom az idejét sem tovább rabolni, de azt hiszem, hogy a legfontosabb csomópontokon túlmentünk. Nyilván egy csomó mindent még tudtunk volna beszélni, úgyhogy egy nagy tapsot akkor a Leventének még. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Hát annyit azért hozzáfűznék, ami egyébként teljesen természetes, hogy aki netán nem olvasta el a könyvet, sokkal többet megtudhat ezen a beszélgetésen kívül bizonyos részletkérdésekről. Egyébként akik elolvasták így az elmúlt év alatt nagyjából, most jelent meg áprilisban, nagyon sokan, még Amerikából is, de hát magyar család, elolvastam a könyvet, nem tudtam letenni, és tudod, mi az érdekes? Mondják itt nekem. Szóval, úgy látlak magam előtt, mintha ott ülni velem szembe a szégen. Tehát ezt csak azért mondom, hogy aki még kíváncsi apró részletekre, az olvassa el a könyvet. Köszönöm a figyelmet.